Sziasztok, hello, hello, itt Neudodó. És hát, kotorozni fogunk ma, folytatjuk tovább a sztorit, megpróbáljuk előrébb vinni a dolgokat. Bocsánat, egy kicsit helyezkedem, kamerát állítgatok, mert valaki megint arrébb tette. Na, így talán jó lesz. Még egy kicsit talán arrébb teszem. Igen, nem, ez most nagyon magasan van. Igen. És most így lesz a jó. Bocsánat, a hanyag streamer megint elfelejtette tesztelni, de megint túl alacsonyan van. Tehát túl magasra néz még a kamera. Most meg túl alacsony. Na, talán így jó lesz. Nem. Na, így és így. Na, szuper lesz így. Meglátjuk, hogy hogyan alakul a dolog. Hogy előrébb legyünk, csináljuk a dolgokat. Hogy vagytok, mi újság? Merre jártatok ma? Nézzük meg, kezdjük is el a játékot, és majd közben akkor megtörténik a dolog, majd beszélgetünk. Itt is vagyunk, elvileg hallotok mindent. Szóval most nagyon jónak kell lennie. Kicsit fáj a fejem, srácok, úgyhogy lehet, hogy nem lesz hosszú a stream. Mert itt látjátok, a szememmel van valami, nem tudom, így be van. Ilyen furán áll a szemem is, meg stb. Ilyen migrénem van, úgyhogy nagyon fáj egy kicsit a fejem. Természetesen a Jedikkel megyünk, mint mindig. És ugye itt vagyunk a csillagkohó nevezetű dolgon. És annyi van, hogy ugye lezuhant a hajónk, és alkatrészeket kell találnunk. És itt vannak a hal emberek, ők nem tudom kik. De ő a szobrokkal már találkoztunk a csillagkohó... ...nak a... Hát a szob... ahol voltak a térképek, ott voltak. De nagyon hangos a játék, várjátok, egy picit lejjebb veszem. Na hát, ezt most megtettük. Megint jönnek... Ó, itt ők már... Most a nyelven beszélnek ezek. Srácok, nyereményjátékunk van. Még mindig egyszer csak, valamikor. Meg fog jelenni itt, valahol itt mellettem, egy kicsit ugye a másik sarkában a videónak. Hát vagyis pont velem ellentkező oldalon. Egy QR kód, ami egy random premium stream kulcsot jelent, vagy a Legendary-t, én se tudom, hogy melyiket. Bocsánat, srácok. Csak hát mindig kidob a játék. Igen, ez érdekes, hát hajó töröttek.
Kaji, Tong Nongbong Zhang Yunyang, Tong Katok Smack Delia. Akik holtesteket lakmároznak, hát ez nem mondható kannibalizmusnak, hiszen másfaj. Úgyhogy megtudtuk, hogy ezek most izé... Többen, mint gondolnád, ha bár ezt az... Aha. Vannak itt mandalóriaiak is. Aha, szóval akkor a S-ből támadnak. Szóval éjszakra van a valami nagy templom közelében. Nagyon jó. Szóval itt így vagyunk. Szuper. Ó, ott van egy giszka. Giszkák mindenütt vannak, srácok. Nagyon fontos. És akkor elindulunk. Nem tudom, merre lehet elmenni. Azt mondták, éjszakra vannak. Akkor nem, mi nem éjszakra indulunk el. Körbenézünk. Itt erre, meg arra, meg a marra. Megnézzük, hogy merre lehet itten menni. Erre nem. Úgyhogy így. Körbenézzünk a tengerparton, de úgy látom, hogy a giszka, amit a csótány, minden bolygón van. Ott egy láda. Ezért jöttünk ide, itt van. Ütött, kopott láda. Megnézzük a dolgokat, a dolgok állásának. Egy pár élet. Nem sok, de legalább... erre lehet menni? Vagy ez csak egy ilyen... Aha, nem. Jó. Erre nem lehet menni. Erre se nem. Hát akkor csak erre lehet menni, srácok. Csináljuk a csinálást. Na, itt vannak. Hopp. Halemberek, sushit csinálunk. Csillagkohóban vagyunk. Itt van egy hajó. Darab. Nekünk alkatrészeket kell szerezni, úgyhogy nem tudom igazából, hogy itt merre vannak. Na jó, meggyógyítottuk magunkat. Még mindig nem éjszakra megyünk, mert azt mondták, hogy arra vannak a mandalóriaiak. Hát mi most délre megyünk. Vagyis nyugatra. De semmi. Akkor most menjünk keletre. Aha, külső templom. Az nekünk rossz. Még. Nem baj, akkor megyünk. Még szerintem oda is a külső templomba jutunk. Nézzük meg, mit lehet tenni. Nem tudom, mi van a szememben, de furcsa amúgy tényleg. Hát, hogy kaptam valami, mindegy, nem tudom. Majd a kialszom, lehet, hogy csak fáradt vagyok.
Ezek rankorok? Wait a minute. Do you understand these creatures? You must have learned their language when you came here in search of the secrets to the Star Forge. Back when you were still Revan. Na, rakaták. Akkor ők a rakaták. Na, elmegyünk az egyetlen elé. The Chosen One. Ő a kiválasztott mondjuk. Na, ő más színű hal. Ő már omlott. Fogalmam sincs, hogy miről beszél. Tehát ő már várt minket. Na, szóval hisz nekünk. Tehát akkor az ősök templomába bejuttattak minket. Szóval, akkor ez így. Szóval megígértük, hogy elpusztítjuk az ősöket, bárkik is legyenek azok, és elhozzuk nekik a tudást. 3 évvel ezelőtt érkeztünk Malakkal, ugye? Disruptor mező miatt. Csak úgy hajók szakadtak le az égből, senkit nem érdekel, ez a történet, ez ilyen az élet. Normális. Az ősök őrzik az ősi titkokat. Szóval... Igen. Köszönjük. A lovak lovak. Tehát a lovak lovagolnak, nem tudom. Okay.
Egy-egy ősöt. Valami számítógép van itten akkor. Volt egy az, hogy egy ősökök elvét feltörtek ízákjuk. Na. Nagyon jó, itt van a Rancor, ők velük nem játszunk. És akkor itt arról volt szó, hogy a raktárakat meg kell tudnunk nézni. Tehát itt akkor valahol találnunk kell raktárt, ahol lesznek alkatrészek. Meglátjuk, hogy hova jutunk, itt van víz. Nagyon fontos, meg halak. Bár nem tudom, hogy a halak hova jut. Hogy a halak hova jutnak. De szerintem nem jó helyen vagyunk. Ja de, itten. Nem? Jó napot, a raktert keresem. Jó. Inkokun. Én is erre gondoltam. Inkokun. Pontosan. Ó, egy csomag. Pontosan olyan csomagokat használnak, mint otthon. Hogy honnan tudják ezeket, nézed meg egy... Ez ami szabvány lehet. Ki lett hirdetve, így van. Te Jolly. De udan van vagy. Kotródjál el innen. Köcsögöm székem. Megyünk tovább itt a kör alakú épületben. Ajaj. Ó, fonott kosár, fonott láda. Hát szeretik ezeket a fonott dolgokat, te. Na, számítógép tötüske. Nagyon jó. Település kijár. Nem oda megyünk. Alkat részeket kő találnunk. Halszak van. Lehet, hogy vissza kell mennünk, mert hogy itt nem volt semmilyen raktár, kérem szépen. Én úgy érzem, hogy átlettem baszarintva. Nem picit, hanem nagyon. De hogy ez... Miért így csinál? Úgy. Jobb lesz így. Jó napot! Kérem, engem rosszkor hívtak be.
Ez az a világ, tehát... What is it? What? A világból menjél ki, Joe. Te nehogy gyertek utánam, srácok, véletlenül se. Meg őrülök. A Jolly, Jolly, Jolly! És ide kell bemennünk. Nem, ottan van. Ott vannak az ajó alkatrészek, de hát... Jó napot kívánok, de nekem azt mondták, hogy kell nekem az alkatrész. Tehát a hajó alkatrészt akkor fogjuk megkapni, ha megvan a cucc. Nem előbb, nem később. Oh, dear. Te meg itt vagy. Le vagy egy kicsit maradva, Jolly. Vagy Juani. When I find myself in times. La la la. Jó kis spitters. Ú, de szerettem azt a zenét. Lehet, hogy majd este hallgatok egy kicsit. Befejeztem a streamet, beteszek egy kis Beatles-t. Ugye nagyon rég hallgattam. Imádom őket. Halló, hölgyem! Marad itten! Na végre! Akkor menni kell a templomhoz! Uram! Egyik őtök áll le, aztán a másik őtök. Istenem, bénák. Legközelebb egyedül gyűvök. Na, kigyűjtem. Buli van. Van víz, de nem értem, hogy a halemberek miért nem benne vannak. Rankorok is vannak. Giszka. Már nem értem a rankor, miért nem eszi meg. Sticking words of wisdom. Yeah, sehr gut, schön, ja, schön. Akkor megyünk a templomhoz. Az ott a templom. Ők vadrankorok. Jó napot kívánok! Sure.
Mentünk egyet, mert... A miskolciak általában Miskolcon laknak. Ó, szintfejlődés történt itten. Na hát, ez megtörtént. Le is ütött amúgy. Na így már jó lesz. Hát ez is megvan. Na még azért körbenézünk itten. Onnan jöttünk. Azt mondták, hogy valahol itt kéne lennie a mandalóriaknak. És itt is vannak. Na jó, jó. Legyetek 800-an. Dobálják itt ránk a gránádékat. Na hát ezt kapta. Nagyon jó. Szintlépés, jártasságok. Még mindig a számítógép használatra akar rakni, nem is értem. Rakunk a robbantásra kettőt, hogy legalább kicsit vegyük észre a... Ez elő aura... Hát nem tudom, igen, lehet, hogy az kéne. Több támadónk nincsen. Ami világos oldali. Sötét erő, univerzális. Mi ez? Nem. Debuff levétel. Sötét alkalmazás. Sötét. Tudatbefolyás.
Jó lesz ez az erő, aura. Na. Akkor így meg is vagyunk. És akkor most csak be kell mennünk. És ennyi. Jörvis. Csináljuk a csinálást. Hú, ott egy nagy ágyú. Szia, Fanny, hello, hello. Hogy vagy? Értem. Köszönöm. Akkor itt ezek szerint itten tovább kell mennünk. Ma akkor nem kell boltba menned? Akkor megyünk tovább. Aha. Aknamező. Gondoltam, így szokták jelezni az aknamezőket. Viszont... raktam kettőt a hatást, tehát a robbantásra, de nem tudom, hogy... hogy mennyi kell még. Na, itten vagyunk. Összeszedtük a dolgokat, bocsánat. Egy kis fennakadás volt itten. Szedtünk össze ilyen alkatrésztet itten. És hát megyünk tovább akkor. Ez a karakterünkben van. Másik karakterrel menjünk, mert ő látja az aknákat. Itt. Aha. Na, érdekes dolog történt. Na. Jolly-nak legjobb a védekezése. Úgyhogy ez lesz. Ja, hogy ez egy ugyanolyan falu. Aha.
nem vagy rakatta. Na, hát én bemehetek. Csodálatos dolog történik, én bemehetek. Na nézzük, mit akar a tanács. Ők is azt gondolták, hogy elárultam őket. Nem is értem, hogy miért. Az egyetlen nem tudja, hogyan kell leengedni a templom körül, csak nekünk, ősöknek van meg a tudása. Szóval Revan becsapta őket is. Na hát nem bizonyíthatom. Na jó. De... miért kaptam sötét oldali pontot? Jó, hát én nem értek én a lovakhoz, hát... nem ölöm meg őket, meg minden, aztán itt egy sötét oldali pontot kapok. Teljesen jó. Most a rankorok meg vissza spawnoltak. Nem értek én ezekhez a lovakhoz. Hát ez így van itten.
Ezekben az RPG-kben én ezt nem szeretem, hogy mindig visszaspawnolnak, tehát... És így átvágni magadat annyira uncsivá teszi a játékot. Most ide is visszaspawnoltak. Milyen jól működnek a healelő szkriptek, amint megsebződöm. Abban a pillanatban. Látszik, hogy Juani ugye védelmező, tehát hogy gyakorlatilag nincs annyi erőpontja, mint nekünk. Összetök jó. A világból kiszaladnak. Igen. Ezt mondjuk megcsinálhatták volna rendesre, hogy legalább akkor oda spawnoljon, vagy oda teleportáljon, vagy valami. Ez gyakorlatilag ez egy halál ez, hogy egymásra kell várni. Hogy lenne egy gomb, hogy ide teleportál, vagy valami. Mert hogy ne kelljen várni. Hát nem volt tárgyalás. Aha. Jó, persze, hogy ne. Akkor ez lehet, hogy ez egy nem játszható dolog. És akkor itt mentettünk, és akkor elmegyünk most az ősökhöz megint. És akkor beszélgetünk, de most akkor lemészároljuk őket, mert hát ha azért kapok, akkor ezek szerint jó pontot. Nem tudom, mit csinálok. Ha már úgyis meghaltunk. Persze, ne szaladjál utána, semmi értelme. Jó, tehát akkor izé van. Granáde. Kezdhetjük előről. Nagyon jó. Na ennyi. És akkor megyünk a izékhez. Akkor az ősök. Persze a két rankor. Yeah.
is. Take that! Yes? Yes? Viszont több a HP-ja is. Úgyhogy... Huani ő jó fej. Ebből a szempontból erős, nagyon. Jó, itt vagyunk. Szevasz Erik, hello hello! Mi újság van? Jó, menjünk tovább. Ez már egyszer volt, srácok, úgyhogy ezt most végig fogom csak pörgetni, és most úgy viszem, hogy kinyírom őket. Mint a sicc. Ezért is sötét. Ezeket se tudom megölni. Minden, hogy rossz pontot kapok, hihetetlen. Viszont ezt én nem akarom csinálni. Úgyhogy egy kicsit... csalunk. Hát nem csalunk, csak visszatöltjük, mert... ez így nem jó. Mindenképpen rossz pontot fogok kapni, de akkor legalább azokat ölöm meg, akik kínoznak. Tehát azokat, azok ellen fordulok, akik ellen ki, akik kínoznak. És azok a másikok, tehát ők elrabolják, be akarnak jutni, nyilván ők védelmezik a partot. Tehát ebből nem tudok kijönni jól. Ahogy nézem. Akkor már a kevésbé rosszat választom. Mi újság, Erik? Hogy telt a napod addig? Mesélj valamit. Nekem ma nagyon fáj a fejem, úgyhogy holnap valami nagyon nagy front jön, vagy nem tudom, de... nem tudom, hogy mit lehetne csinálni. Jönnek megint a rankorok. Úgyhogy... tök jó. Na, giszkák mindenütt vannak még mindig. Megyünk, trágyalunk velük. Megyünk, tárgyalunk velük. Jóság, még egyszer, hogy telt a napotok?
bejutottunk. Jó. Rondi hadonga kuhong. Na most nem kaptam rossz pontot. Na ez jó. Legalább akkor ennyivel előrébb vagyok. Akkor majd itt elmentjük, hogy akkor innen folytathassuk. Mert ezt hoztuk ki legjobban. Viszont így meg kell küzdenünk ott az a nagyon sok mindennel. Ami nehézkes lesz, lehet, hogy többször neki kell majd futnunk. Nem tudom, hogy hogy lehetne ezt megcsinálni. Majd granádézunk. Na ez megvan. Megyünk is tovább. Srácok, ne felejtsétek el a nyereményjátékot. Még mindig van nyereményjátékunk. Ha érdekel titeket a nyereményjáték, kérdezzetek. Hogy hogyan lehet hozzájutni a random premium vagy legendary Steam kulcshoz. Your wish? What? Na, hogyan lehet, hogyan lehet? Szükség van hozzá egy telefonra, nagyon fontos. És a telefonon egy QR kód olvasóra. Bizony. Ha lemarad, az lemarad. Jó sok HP-je van Giovanninak, és érdekes módon ő is két ütés. What is it? What? Yes? What is it? Yes?
Szóval így halad a dolog. Megyünk tovább, többször megpróbáljuk. Ja, nem beszélget velem senki amúgy, hogy nincs kedvetek. Mondjátok meg nyugodtan, itt elmentjük. Ezt nem tudom, hogy hogyan lehetne megcsinálni amúgy. Az, hogy Joanny meghalt. Nem hiszem el, hogy ezt... Az jól hangzik. Á. Na végre, talán így jó lesz. Na milyen kekszet ettél? Bak! Ha ott jobban figyelek és felhílem Jolie-t. A francba, pedig most jól álltunk.
your wish? I still got it. Nem jó. Ez a sima készni. Ja, háztartási keks, aha. Az jó. Hát, hogy mindegyikkel rádobok egy pár gránátot rájuk, vagy? Várjatok? Persze, hogy meghalt. Persze, mindenképpen. De majd csak stream után tudom megnézni. Lehet, hogy kéne itt egy pár ilyen gyorsítót benyomni. Mindjárt most még megpróbálom. Nem, be kell tölteni. Így nem fog menni. Azonnal lecsaptak, nagyon sokan vannak. Erőfokozó, harcserkentő, kitartást fokozó, fürgességfokozó, nagyon jó. Fürgességfokozó, erőfokozó, energiapajzs, harc serkentő, energiapajzs, hiperharc serkentő, kitartás, fürgesség, jó lesz ez elég. Ide is teszünk egy. Így. Na nézzük. Persze áll, akadjál be. Beakadt, kész. Hogyne. Igen, persze. Igen, persze. Na megyünk akkor a pajzsokkal, most megpróbáljuk így. Na ide jó. Yes.
Jó. Nem. De nézd meg. Jó, még egy... Nem tudok ezzel mit csinálni. Olyan sokan vannak. Valahogy... Ne már! Valahogy ide a szűk helyre kéne becsalni őket. Most meg befagyott. Na, bárjá. Na, bekapcsolom most a magányos mód. De most... Ők is jönnek, persze. Befagyott a képed. Csodálatos. Nézd meg. Na végre. Nagyon jó. Persze. Egy rankor megvan. Jó, igen. Nem, hogy ez a szűk hely volt a nyitja. Jó, igen, ugorjál rájuk! Nézd, meg van őrülve ez a Huani. Nézd meg, tehát így végre legyőztem azt az első akadályt. Jó, nem baj. Jó lesz ott. Végre legyőztem, és Huani fogta magát, azt rájuk ugrott. Na.
Na ez már csak meg lesz. Így van. Apa, én vagyok a Lukad. Kicsit messzire ugrottál, fiam. De mi? Az egész életemet együttéssel, persze. Hogyne. Kurva életbe. Na jó, akkor most várunk egy kicsit. Meg feltöltődik az erő. Na, semmi gond, nem vettek észre minket. Nagyon jó. És kellően eltávolodott. Persze, hogy ne? Persze, mindegyiket misszeld le. Na végre. Na, mentünk is, ebben a pillanatban. Megvárjuk, még az erőnk föltölt. Ez egy kis erőlegény. Haj, te jó. Jó, ez tölt. Még ez is, lassan elindulunk. Azért itt történnek azért dolgok. Még itt körbenézünk, hát ha van valami loot. De itt csak giszkák vannak amúgy. Nincs, és hát mire végzünk addigra. Jó lesz, hát itt bent se vár minket semmi jó amúgy, mert... Biztos vagyok benne, hogy belépünk és támadnak. Támadnak, támadnak. Persze, látod? Nézzétek meg. Never
Na, majd megnézzük, és azon kívül még, Erik, mit csináltál ma? Mondom, tart a nyári szünet. Ninatella, hello, szia! Üdv a cseten, szia! Hogy vagy? Hát, jó lenne, de azzal csak a felét pusztítanám el. Jó, mondjuk ez a stázis mező, ez azért jó, mert tényleg nagyon sokszor életmentő tud lenni, hogy ugye a 3-4 emberből 2-3-at ugye lemérnít. És ugye nincs ilyenkor szinte minden ütést talál, tehát ugye ilyenkor nincs evasionjük. Arra nem, vagy arra is bemenjünk, erre voltunk. Nézzük meg, hogy mit lehet itt csinálni. Fonott láda itt volt. Ó, nem, itt van a beszorulva barát. For the Republic! Most voltál 8-os, nem, Erik, vagy tévednék? Nem emlékszem, hogy beszéltünk-e a korodról. Szevasz, Elem, szia! Na, milyen volt a londoni út? Megérkeztél? Itt van Fanny is. Ja, értem. Hát van ez így, ez már korral jár elem, feledékeny az ember. Kavintont kell szedni, azt mondja. Végül mit ebédeltél, Fanny? A vőn áhított grill csirkét? Vagy nem? Ó, hát az jó. Tíz osztályos voltam, még ezt nem sem, de visszamegyek, még egy szakmát meg elvet. Még egy szakmát elvették. Elvégzel? Milyen szakmát szeretnél elvégezni? Na, erről tök jó lehetne beszélgetni. Ja, hát akkor nagyon fontos. Fontosak a tapasztalatok, akikkel mész. Nekem is vannak olyan nyaralásaim, ahol csak meséltek nekem. Látjátok ezt? Jó napot kívánok! Ez vége lesz itt. És megint lefagyott. Vége van. Nem? Jó. Gyorsan ki kell húznunk Juanita a slamasztikából.
Á, nem sikerült. Nagyon sok a Rancorn. És lebénítottak. Jó, hát ezt betöltjük. 21.37. Hát nem sok, nem sűrűn mentettem. Hát akkor megyünk újra előről. Aha, hát kellemetlen. Sűrűbben kell menni. Helyes, helyes. Milyen út volt ez ellen? Ilyen befizetős, vagy szakmai, vagy milyen? Parkok gondozó, az tök jó, tök izgalmas lehet. De hogy ilyen... tehát, hogy ez pontosan mi amúgy, Erik, most ezt kicsit beszéljünk. Mi ez a parkgondozó? Ez nagy erdőségi park, vagy park, mint ilyen zöld övezet, és ilyen gyakorlatilag ilyen virággondozás, fűnyírás, stb. Mi ez a parkgondozó? Ah, helyes, helyes. Hát akkor annál jobb. Feltöltődés nagyon fontos. Én majd most hétvégén megyek. Hát igazából céges csapatépítés, de... mivel hogy ügyeletes vagyok, ezért nem lesz nagy ilyen lerészegedés, úgyhogy ilyen aktív pihenést terveztem. Vettem is ilyen okos órát, hogy tudjak úszni, és hogyha keresnek, akkor... tudjak reagálni, akár a vízben is. Nem megyünk el arra, fölöslegesen nem ölünk meg mindenkit. Erre megyünk. Bár még nem biztos, hogy megyek, mert péntek reggel csináltatni kell egy Covid-tesztet, és csak úgy lehet menni. Ha az negatív, akkor tudok csak menni, bár bebaszna, ha pozitív lenne, és negyedszerre is elkapnám a betegséget. Mert már háromszor voltam Covidos. Legalábbis a tesztek szerint. És kaptam három oltást is, tehát én szerintem... Szerintem én ezt elmondom az orvosnak, hogy én háromszor voltam covidos, és három oltást kaptam, szerintem nem hiszi el. De szerintem még Cecilia néni se. Hát, tesztek alapján ugye, amiket csináltam, háromszor voltam covidos. Egyet hivatalos teszttel mutattak ki, a többit azt ilyen gyors tesztekkel, hogy most mennyire pozitív, mondjuk minden esetben szarul voltam, teszem hozzá. Nem volt, az elsőnél voltam a legrosszabbul. Mindjárt mentünk egyet. Na és ezzel megint csak meg fogunk szenvedni, az biztos. Így
Na hát, igen, köszönjük. Ne hajj meg! De nem értem, hogy miért nem hílel magán amúgy. Persze! Izéljél le. Your wish? For the order! Aha, ez az! Aha, és tényleg a fogad az már rendbe jött amúgy? Mentünk is. Nagyon fontos. Egy láda. Ez a tök jó, amikor a játék végén amúgy egy halom lootot kapsz, amit már nem tudsz használni szinte a játékban. De hogy így tök jó lett volna eddig. Még mondjuk van azért, de most... Mondjuk a végére még azért van mit tanulni, tehát van mit hozni. Mindent megszerzünk, mert kelleni fog. Erik, a parkgondozóról mesélsz egy kicsit, hogy mi az, ki az? Hogy kell elképzelni? Mert tényleg érdekel. Hát de a sájszebb... tehát jó. Franco. De a sima nem azt fogja mondani, hogy menj már el a szájsebészetre? Most csak egy kérdés. Először kilútolom, mert lehet, hogy ez csak így kifog minket így. Semmi nem volt nála, köszönjük. Jó, hát ő visszamegy akkor a... Hát persze, csak ugyanaz a fogad gyullad be? Amúgy, vagy másik. Megöljük azért a többit is, mert kell az XP, tehát csak most nem akartam húzni az időt.
És merre jártál, elem? Tehát, hogy mit néztél meg? Mik voltak azok a látványosságok Londonban, amik tényleg érdekeltek téged? Ugye nagyon sok minden van. Főleg a valakik ugye ilyen kisebb dolgokat néznek meg, valakik ugye ezeket a nagyobbakat szeretnék, mint Buckingham Palota, Big Ben, ugye a híd, nem tudom mi a neve. Akkor... Szerintem én már jártam. Miért nem mutatja, hogy üres? Mutathatná. És akkor nem futnék ide. Ti meg ott álljatok nyugodtan, nyugdíjasok. Komolyan mondom. Hát bármit is csináljunk, srácok, egészségetekre. A post-covidomra iszom, ami nem nagyon szeretem a bort. Bár ez finom. Hát azt elhiszem, mert nekem is volt ilyen. Itt nincs foga. Itt nincs foga, mert én is így voltam vele. Hát a fogfájás az senkinek, tehát nem tudom, előbb vágják le a lábamat. Vagy nem tudom. Tehát, hogy így eddig még nekem a legszörnyűbb fájdalom életemben az a fogfájás volt. Mehetünk. A bölcsesség az nekem nem fájt annyira. Szerencsém volt. De alapvetően igen, el tudom képzelni, milyen lehet fanni. Tényleg. Talán a fejfájásomra is jó lesz a... A cucc. Megyünk akkor tovább a templomba. Nagyon jó. Remélem megint ott lesz a két rankorn. Aha, hát az kellemetlen. Hát most már remélem, hogy jó lesz. És jövő héten mikor mész? Fú, az kellemetlen. Ezt időben nem húzzák ki amúgy, vagy...
Ó, és én is szintet léptem. Ügyesség, állóképesség. Igen, a bölcsességre kell pakolni. Jártasságok. És... az állításra többet nem kell rakni. A lopakodásra sem, szerintem. A meggyőzésem is szerintem elég jó. Úgyhogy, nem tudom, éberségre rakok egyet, meg a robbantásra egyet. Nagyon jó lesz így. Mesteri erőfókusz, mesteri észlelés, nagyon jó, és mesteri párbajt ki tudtam. Jó, ez jó lesz, és az erőknél pedig az erőpajzsot fogjuk kifejleszteni, és ez tök jó. Aha. Pedig volt, tehát a DC szólt, csak nem lett. Tehát a DC ott volt, jött az értesítés. Mindig figyelni kell. Ma képzeljétek el, rám írt egy random ember DC-n, hogy nitrózzam meg a DC-jét. Random, teljesen ismeretlen ember, hogy szia, fiú, dobjál már egy nitrót, köszi. Így. Na most, tehát megbeszéltük, hogyha visszahozom, segítenek, de most amikor visszahoztam, akkor ja, hát még meg kell beszélnünk, hogy segítünk-e. Ne, egyszerűen letiltottam. Megkérdeztem, hogy miért, hova, tehát hogy mire gondolod, nem válaszoltam, aztán letiltottam. Tehát, hogy így... Öreg vagyok, én már hülyékkel vitatkozni. Tehát nem mehetek be csak egyedül. Na, nagyon jó. Hát akkor menjünk. Csodálatos. Na, mivel játszottál? Visszakaptad a karakteredet? Akkor mivel játszottál? Mhm. Ja, értem. Akkor ugye... áll, tehát akkor most motorra ugrasz. Jössz, elviszed az asszonyt egy körre. Aztán tökörruglak. A Mr. Tali? Múltkor láttam, hogy van valami... hogy én indítottak valami szerót.
M. Dali, ő kicsoda? Értem, és hol a vezető? Ja, itt van. Na. Ja. De lehet, hogy ugyanarról a szerverről beszélt, mint Mr. Tali. Ja, semmi gond. Has given us a vision. There is great danger within the temple. We cannot let you face it alone. You might be walking into a trap. Maybe Malak himself is waiting inside. Even if he isn't. I don't know what he said, but it sounds like your guide, the Republic fleet, is on the way, and we're stuck on this planet until we deactivate that. Why do I get the feeling this is going to take a while? Still, we better stay. Na, szóval akkor mégiscsak beengednek. Egy kicsit győzködni kellett őket. Nem sokára szerintem amúgy. Egy fél óra múlva ezzel végzek. Mert még egy fél óra van ezen a pályán. Szerintem, és akkor utána szerintem elzárom ott a... És akkor mehetünk játszani. Nincs álla. Ő az állatlan csávó. Na miért nem ad képet? Na ott van, nézzétek! Ez az érdekes dolgot tudnak a jövőben. Na, nincs állat. Állatlan. Még... Főleg, hogy most nem egyedül megyek be. Addig mesélj a napodról, Maxi. És akkor nem fogsz unatkozni. És erre amúgy, Erik, erre a munkára amúgy van kereslet erre a park gondozóra? Tehát, hogy el tudsz vele helyezkedni? Eveneo, hello, szia! Üdv a cseten! Össze megyünk egy kört. Gyorsan a folyosón leírtjuk a dolgokat. És akkor feltérképezzük, hogy hova kell bemenni. És akkor szépen sorba megyünk. Szerintem ez a templom, ez egy kör alakú építmény lesz. És így lehet egy körbe menni. Ez megint csak így, ez nagyon hangos ez az erő. Nem jajaj. Ennyi volt. János meghalt. Hm.
Ay. Mentünk egyet. Gyorsan itt futunk egy kört. Nagyon sok terem van. Aha. Ja, aha. Hát úgy már más, igen. Az a lényeg, srácok, hogy mindenki, aki dönt az életéről, az úgy döntsön, hogy el tudjon helyezkedni. Tehát ilyen OK és harangozó szak. Tehát az Alföldön a hómunkás, az nem biztos, hogy a legjobb fizetendő állás lesz. Mindenhol egy Jedit laknak. Ez egy ilyen Sith kollégium. Hát előfordul. Erik játszik itt mögöttem, most labdázott éppen. No problem. Got it. Ó, itt van egy komputer. Hol egy Erik? Jó, hát ennek sincs értelme. Jó. Őket kikapcsoljuk. Biztos vagyok benne, hogy az jó lesz. Nagyon jó. Na, akkor ez így tök jó. Rózsdás droid, az minket nem érdekel. Ja, hogy már semmi. Nagyon jó. Na. Szafit kristály nagyon jó. Semmire nem jó. Ó! Malak, you are not fit to rule the Sith anymore, Revan. Darth Malak will reward us greatly for. Nagyon jó. Viszlát.
Sötét Jedi. Hang, várjál. De miért nem már most a hang miatt? De jó. És ezzel mit csinálok? Tehát, hogy így... Csodálatos. Jöhet a mentés. Jó van, akkor... Csináljuk. Előről, persze. Nagyon jó. Csináljuk akkor tovább, hát nem tudom. Nagyon jó volt. Fém doboz, azt ennyi. Ennyi kellett, más nagyon nem, mert a többit legyűrjük. Számítógép tüskékkel óvatosan kell bánni, he? Nagyon jó. Na most mi történik? Ja, itt voltam. Nagyon jó. Igen. Nézzük, hát menjünk ide erre. Itt vannak a barátaink. Itt haltunk már, meg az előbb. A hölgy, ez előbb egy kicsit jobban sikerült. Nagyon jó.
Az előbb mentettem a szoba előtt, de most megint mentünk, igazad van. Yes. Mit? Nem kell itt izéni. What is it? What? No problem. Got it. Na szóval. No problem. Got it. Na nézzük. Még megyünk itt tovább. Ti meg, megint nyugdíjast játszanak. Nagyon jó. What is it? Yes? Aha. Jó. És akkor még itt elvileg majd bemegyünk itt. Még van egy ajtó. Jó, nekik vannak maradványaik is. Sötét Jedi lovag, köpeny, meg ilyenek. És itt van egy ilyen furcsa Jedi. Revan, Lord Malak told us you still lived. At last, I intensified my training tenfold in hopes I would get the chance to face you in mortal combat. I am glad. Hát, viszlátsz itt, mester. Aha. Az én nevem sokkoló arc. Ezt nem teljesen értem. Egy halom gránát. Got it. No problem. Got it. No problem. Got it. No. Stop it. Na megnézzük. Na hát ezzel nem sokra mentünk, ott egy maradvány. Erőfokozó. Most akkor megyünk. Értem. Hát nem tudom, hogy hogyan jutunk oda be.
innen kell majd tovább menni. Szerintem. Hát őt nem vettem észre. Viszlát, droid. Megint van egy ilyen számítógépünk, majd megnézzük. De ezt én kikapcsoltam, nem? Ezek szerint nem. Jó, akkor ez itt megvan. Akkor ide is bemegyünk. Nagyon jó. Aha. És csak ennyi, hogy itt volt. Ezt láttuk a látomásunkba. Zupa. Aha. Jó napot! Aha, itt ide kell menni. Be. Yes? Sure. Is what a Jedi can do. Ezt megöltük. Utáltam valami jó kristálytot. Piros színű. Na és itt van a templom aljára, megyünk. De itt persze mentünk, mert ki tudja mi van az a következő oldalon. Templom katakombák. Nagyon jó! Na, ezzel nem sokra mentünk. A loot. Csak a loot. Jaj, ne!
Jó. Csodálatos. Na akkor... Nagyon jó. Na, de jó. Valaki tud erre valami tippet? Na, nézzük. Így. Nagyon jó. Ez nem nyert ceruzánt. Szerintem évekig itt állhatok. Na nézzük. Aha, értem. Jó. Egyszerűbb volt, mint hittem. Persze megnéztem, srácok, tehát nehogy gondoljátok, hogy én vagyok ilyen okos. Üdvözöllek újra, Leven! Mindenki látja, hogy megváltoztam, srácok. Tehát egy minden gép is. Nem lehet ezt eltitkolni. Le van írva. Na, ennyi volt, srácok, tehát meg is van a... Ki tudom nyitni az ajtót. Már szerintem biztos vagyok benne, hogy itt lesz valami móka még. Biztos, hogy találkozunk valakivel.
ugye srácok, most annyi a mostani terv az, hogy feljutunk a csillagkohóra, és ugye akkor a következő streamben fogjuk befejezni a játékot. Még egy nagyjából 10 perc van hátra ebből a streamből. Megyünk a másik helyre. Aztán mentünk, nagyon fontos. Ú, de szép tenger. Na már mehetek is. Na hát ez, a robotok azok nem jelentenek ki... nem jelentenek kihívást egy Jedi-nak. És itt is vagyok. Csak a loot. Jó van, inkább megérte. És az ott... fú, az ott Bastilla. Az igen. Szóval átállt a sötét oldalra. Mégiscsak sikerült neki. Revan, I knew you'd come for me. Malak thought you might be afraid to enter the temple again. But he doesn't know you like I do. Not quickly. Bastilla, come with us. We have to escape before Malak arrives. Escape? You don't understand. I have sworn allegiance to Lord Malak and the Sith. Na, ez igen. You say that as if the dark side is some terrible entity. The Jedi Council has brainwashed you like all the others. Like they once did. They speak of the dark side as if they feared. But in reality, their only goal is to manipulate those who are strong in the Force. The fear of the dark side is... A szokásos Sith szöveg. Why do you think the Jedi forbid you and Malak... Majd lesz a gyere, csatlakozz is majd mindjárt. Have been using me the same way they once tried to use you. They've been holding me back because they knew one day I would surpass them all. I resisted it first. I endured the Sith torments with the passionless serenity of a true Jedi, emptying my mind. But after a week of endless tortures, Malak forced me to acknowledge my anger and pain. He showed me the liberating power of these emotions. Then he made me see how the Jedi Council has denied me what is mine by right. They wanted me to bow and call them master and follow their code. Oh, szokásos Sith szöveg. But all the while they were exploiting my battle meditation for their own use. Lies. You were the one living a lie, Revan. The Jedi Council made you into something you are not. You used to be Revan, master of the Sith. But no longer. You were simply a pawn of the Jedi Council and the Republic they serve, like I was, until Malak freed me from their shackles. A pity the power you once had is so diluted in you. You could have been as strong as I am. With the power of the Starforge, Malak will destroy the Republic and conquer the galaxy. And I will be the apprentice at his side. Még jó, hogy feltettem az erőpajzsot. Igen. Nagyon jó. És megint mindig fáj a fejünk. Na. You were stronger than I would have thought possible after what the Jedi Council did to you. Seems that Malak was wrong. The power of the dark side is not lost to you after all, Revan. You can deny what you are, Revan, but you're only fooling yourself. I know the truth. Remember? I was there when you died in the trap set by the Jedi Council. I used the Force to preserve your life, Revan.
We are forever linked by my actions on that bridge. These are not your true feelings, Revan. You are speaking as a tool of the Jedi Council, as I once did. The Council tried to exploit the bond between us. They hoped I would draw out your memories to lead them to the Jedi Council. We were slaves to their will. Tehát, like all nyilván próbál ránk hatni. Our shared visions of the star maps. I also felt the so-called mistakes. No, Revan. The only mistake you are making is the one you are making now. You deny yourself the power that is yours by right. Only now do I realize how strong you are. You deserve to be the true master of the Sith. Csatlakozz hozzám és nyerd vissza elveszett személyiséged. Már a... Ha... Join with me. Your mind was too badly damaged to ever fully restore your memories, Revan. But your power, your strength of will, the essence of who and once, long ago, you defied the Jedi Council, freeing yourself from their control. You claimed your rightful title of Dark Lord of the Sith. Together we can defeat Malak and take back what is yours. Bestila, it is not too late for you to be saved. The teachings of the Jedi can lead you from the dark side. You are beneath my contempt, Juhani. When you felt the power of the dark side, you fled to a cave like some cowering animal. Nagyon ne személyeskedjünk, jó? Hájjál le! You, Revan, the power of the dark side is yours to command. You can use it to destroy... You were a pathetic fool, Revan. Together we could have defeated Malak and ruled over an empire. But now, I will be at Lord Malak's side instead. Na, hát ez, Bastila elfut. Ez nem túl jó hír. Azért, mert gyakorlatilag ővele van csatameditáció, tehát hogyha ők bevetik a csatameditációt, akkor végünk van. Úgyhogy nagyon jó. Nem sikerült megtéríteni Bastillát, mert meg kellett volna ölnöm. De furcsa, hogy be lesz kapcsolva a gép, figyeljétek meg. Bastila elment most, de nekem majd most kell majd kikapcsolnom a gépet. Ennyi. Kész. És ezzel úgymond gyakorlatilag elhagyhatjuk a bolygót. És el is hagyjuk, mert az alkatrészek megvannak. Gyorsan kimegyünk. És akkor ugye elmegyünk a csillagkohóra. Vagy legalábbis azt hiszem. Így nem lehet visszamenni most az ében éjjára. És megyünk akkor. Ott a ében héja, meg lehet nézni. Ott vannak a barátok. Ó, hát hogyne. Akkoriban ez egy csúcskategóriás játék volt. Most meg, hát igen, egy kicsit kockás, de hát 2000-es játék. 2001-es, azt hiszem. A folytatás a 2003-os. Fú, igen. És itt várnak a barátaink. You're back. But where's Bastila? Is she alive? What happened inside that temple? The dark side? Bastila? No! No! How could that happen? She was always in danger of being seduced by the dark side, Karth. Bastila was strong, but she was always impatient and headstrong.
Malak preyed upon her weakness. This planet is a tainted place. The Star Forge and the Temple have twisted the Force into an instrument of evil, just as Malak has twisted Bastila into a servant of the Sith. Malak has a strong hold on Bastila now. It will be difficult for her to break free of his influence, especially considering her long association with you. Remember the bond that was forged between you when she rekindled the spark that was your life. Through that bond, she touched your memories, and also the echo of the bond. Meg a végén én vagyok a hibás, persze, hogyne. Revan rejected the dark side, so Bastila could too, right? I don't know what fate awaits us, but I sense Bastila still has a role to play in the events to come. No doubt, but let's go then before she has time to organize a bigger welcoming committee. Na megyünk ki, srácok. Nincs választásunk. Megjavítottuk ugye a hajót. Felmegyünk a csillagkohóra. Megnézzük a bejátszást. De előbb meg kell javítanunk a hajtóművet, ami ott van. A hiperhajtómű. Azt a profik vagyunk. Össze is raktuk. Ki ez az ember, ahogy Zsozé atya mondaná? És itt van a csillagkohó. De Geri, amúgy ez felskálázott, tehát hogy ez már javított, modolt verzió amúgy. Tehát hogy így, ez nem így nézett ki ez a játék, nagyon nem, amikor elindítottam. 800x600. Biztos, ami biztos. The message I sent as we were crashing into that planet. I'm picking up a transmission from them now. This is Admiral Fawn Dodonna to the Abbon Hawk. Do you read us? Admiral Dodonna, this is Karth Onassi. We're receiving your transmission. Karth, I'm glad to see you are still alive. We've begun our assault on the Star Forge, but we're taking heavy losses. How has ever managed to build something of this scope? The Star Forge has been constructed by the Sith, Admiral. We don't have time for me to fully explain. Far rajtam az aura. The space station is far older than you can imagine. Maybe we should pull the fleet back and retreat. I don't know if we have the firepower to go up again. Hogy válaszoljak amúgy a kérdésedre, hogy mik az első benyomások, teljesen hibátlan óra. Tehát, hogy most ugye ez már a harmadik napja, hogy rajtam van. Igen, mert ma már szerda van, és hétfőn jött, meg nem kedden jött, meg tegnap jött, meg... Tehát akkor a második nap, hogy rajtam van, és 5%-ot merült, vagy 6-ot. Tehát akkor igazából a 10-12 nap az reális amúgy. És úgy, hogy folyamatosan méri ugye a pulzusomat, meg a stressz szintemet. It's because of Bastila, Admiral. She turned to the dark side and became Malak's apprentice. Próbáltam a telefont is, az is jó. Using her battle meditation against you and your fleet. Nem mondanám, nem szokott érdekelni. Tehát, hogy nagyjából 3 perc alatt rájöttem. Volt már okos órám, tehát nagyjából 3 perc alatt megnéztem, hogy mit tud, aztán ennyi. Tudja, amit tudnia kell. Ah, igen, mondom, itt mondják, hogy a csatameditáció Bastila, hogy nem szabad használnia. The may the force be with you. Dadan, azt nézd meg, ez a bejátszás, hibátlan. Full HD, UHD, minden van itt. Full FPS. Nézd meg azokat a kis pontokat ott. Ezt nézd, hogy a hő. Ami ugye nincs a űrben. Vagy hát van, csak nem tudom, hogy hogy. Leszálltunk, hát ennyi. Mindent is kikerültünk. Mindig be tud jutni egy kis hajó a blokkádon. Miért nem tervezik kis hajóra a blokkádot? Mindig ez van.
Na, srácok, itt vagyunk. Ennyi volt mára. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, srácok. Csináljuk a csinálást tovább. El is veszem a képet, mentünk egy. És akkor elköszönök szépen. Nem ez az? Várjál, hogy van? Itt van, jaja. Na, szóval srácok, ma nem volt nyereményjáték. Nem éreztem azt, hogy itt vagyunk elegen, és úgy csináljuk a csinálást. De bármikor lehet. Úgyhogy srácok, ne adjátok föl. A tegnapi videóban volt. Úgyhogy ott meg lehet keresni. Fönn van Twitch-en, hamarosan YouTube-on is elérhető lesz egy random, premium vagy legendary Steam key, amit egy barkód leolvasóval, tehát egy QR kódot kell leolvasni, és ez egy Steam aktiváló linket tartalmaz, tehát rögtön csak így lehúzod, és akkor aktiválni tudod. Nem tudom, hogy elvitték-e, lehet, hogy már behúzták, lehet, hogy nem. Próbáljátok, nézzétek meg. De ma nem volt, úgyhogy ma ne keressétek. Vagy akár, vagy lehet. Nem szórakozom veletek. Jó éjszakát. Na, csá!